Ha szeretnél menő PG-17-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-17-es termékeket szólni. Halli srácok, sziasztok, hello mindenkinek, üdvőt, csőcső, itt vagyunk egy következő videóban, szép vasárnap reggelt mindenkinek, holnap sajnos suli, de ma még szerencsére pihenés van, szóval ja, itt vagyunk egy következő videóval, és itt tart velem Kis is, szokásan szia Kis, és szia, te mégis mit csinálsz, dolgoz, jó? Hát igen, azt nem mondtam nektek, hogy mi történt. Ugye az előző videómban egy eléggé csúnya rendőrös balesetbe ütköztünk, és úgymond így idézőjelben így elkaptak minket, és 100 órányi ilyen munkacucra izéltek minket. Szóval a lényeg, hogy dolgozzunk el Kissel. Tudod, a szabályokat, mi az? Ajonckám. Mi a? Ja, újonckám. Jó van, csak izét azt nem tudom, így furcsán írja a pekkem. Konkrétan igazából annyi, hogy nekem cuccokat kell kerestem ezekben az izékben. Például, igen, ilyen helyeken szokott lenni ilyen cucc, és ilyen őskori nyíl elkelt 1833 8138 dollárért, és tárgy készült Krisztus előtt, blablabla. Bla, bla. Nagyon durva dolgokat lehet itt izélni. Ha találsz bármit, és nem jelentett halál. Ja, találtam valamit, ilyen őskori nyílt, vagy nem tudom mi ez. Gondolom, hogy ezt így le kell raknom ide, vagy valami. Hova rakjam, vagy nem tudom. Hova kéne ezt nekem pakolgatnom, tábordok, vagy nem tudom mi vagy te. Úristen, milő most leszek. Ja, igen, persze, igen, nekem így ez a dolgom, hogy egy tábornoknak ilyeneket gyűjtsek, csodálatos. Na, hol kell ez? Amúgy csak 8138 dollárt ér, ez annyira nem durva. Ez 100.000 dollárt is érhet manapság. Ja, az menő, oké, hova rakjam? Vagy nem tudom, melletted. Ja, oké, jó, rendben. Oké, és akkor oda kell pakolnom a cuccokat, királyság. És ilyen cuccokat kell itt neki gyűjtögetnem, úgymond a, hát így az államnak, vagy nem tudom. Woof, ne jelentsd. Lopjuk be, azt mondod Kis? De az nagyon csúnya dolog lenne, hogyha egy ilyet így ellopnánk. Woof, gazdag is lehetnél. De nem tudom, mindegy. Az én kicsikét tartok meg ilyeneket a dologtól. Mindegy, srácok, mondjátok, hogy mit csináljunk. Igazából penészes kenyer, jó ég. Woof, ingyen dolgozol, szökj meg. Nem mondjuk jogos, megszökhetnénk, de azt gondolom, hogy azt tudom, hogy hol vagyok, szóval nehéz lenne megszökni. Tábornok, találtam egy penészes kenyeret, parancsoljon, ezt önnek hoztam külön. Jó van. Fúj. Na. Az remélem, hogy legalább tetszeni fog neki. Itt is van valami, ezt ki kell lásni. Jó, királyság. Könyv és toll, na. Nézzük, hogy itt mi van. Az út közels, a cél távol, na de vajon megtalálod? Woof, találtam egy csillét. Csillét? Hol van egy csille? Hol van csille? Mondjad. Hol van csille? Woof, szökjünk meg. De ki is? Aj, Istenem. Te nagyon meg akarsz szökni. Várjál, itt van egy csomó izé. Woof, egy másik gödörben. Másik gödörben? Várjál. Mindjárt jövök, itt van valami 1845-ös szemüveg. Wow! Ez mondjuk király, ez menő. Ez jó, hát ezt mondjuk akkor lehet, hogy nem izé. 40 Celsius fok van. Tudom Kis, nagyon rossz idő van meg minden, de várjál. Mi van itt? Koponya? Te jó ég, ezt mondjuk. Hát mindegy, ezt is odaadom majd a csávónak. Woof, elegem van. Kis! Nyugi már! Nem is te dolgozol ráadásul, hanem csak én. Pedig neked is dolgoznod kéne amúgy. Nem azért mondom. Szóval, ja. Na mindegy, woof, menjünk már. Várjál már, holt látod egyáltalán azt a csillét? Itt nincs semmit, már voltunk. Jó, ezeket nézzük át. Ezeket át akarom nézni mindent, mert így tökre érdekes dolgok vannak. Woof, hátul. Itt nincsen. Itt sincsen semmi. Itt sincsen semmi. Itt sincsen semmi. Ezekbe, itt talán. Nem, itt sincs semmi. Reméltem, hogy ezekbe talán itt lesz valami. Várjál, melyik van itt hátul? Tehát most így minden igazából nekem így össze-vissza van. Fogalmam sincs, hogy melyik van elő és mi van hátul. Woof, mondjad! Mondjad Kis, na figyelj, tudod mit? Woof, erre, erre? Erre kell menni? Erre, erre Kis? Erre? Igen, oké. Jó, akkor menjünk erre. Nem. Most igen vagy nem? Erre? Jobbra? Jobbra? Erre megyek, nézd. Erre kell menni? Nem. Nem erre? Erre van a jobbra? Te jó ég, Istenem. Az a gödör volt, woof. Melyik ez? Ez? Itt voltam. Itt voltam Kis, itt nincsen. Ó, Istenem.
Aj, mennyit kell itt szenvedni, meg ilyenek. Na, ó, itt a csille, végre! Haj, te jó ég, kis hallod, jobbra, balra. De figyelj, erre felementem, és te mondtad, hogy jobbra. A jobbra az arra van, kis. Ja, Istenem, szerintem tudom, hogy melyik kizére gondolt. Wuf, nem tudom az irányokat. Jó, nem baj, megbocsájtok, tehát erre gondolsz, hogy itt szökjünk meg? Hát, nem tudom, nagyon kockázatos. Biztos, hogy ezért? Igen, Wuf. Aj, kis. Aj, megszökjünk, csak rozsdás. Mi az? Rozsázs. Nem tudom. Megszökjünk, srácok! Hát, jó van, szökjünk meg, nem tudom igazából, hogy itt merre felekem. Ó, ott egy falu? Ott egy falu, azt ideig észre vettem, lol. Jó, oké, akkor megyünk a falu fele. Gyerek is majd, maga hova megy? Jajaj! Jajaj, vannak gondok itt nagyon. Oké, megjöttünk. Kis, tépézz rám! Kis, hol vagy? Hol van kis? Kis, gyere! Kis! Várjatok, visszamegy. Ó, itt van, oké. Megjöttünk, huhú! Itt van valami falu. Majd megyek, itt van, nyugi, nyugi, itt vagy kis, na. Szóval, itt van valami falu, ott egy falusi. Hello, jó napot, csá. Üdv. Mi az? Úristen, Isten ajándéka. Milyen Isten ajándéka? Én csak megszöktem. Jó napot. Egy új lakos. Hát nem akarok itt lakni, én csak így bevándorlóként vagyok itt, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ilyen átutazó, na igen, átutazóba vagyok. Jó napot, meg minden. Na mindegy, szia. Ennyi volt? Oké, szia. Hello. Körbenézzek, hogy itt van amúgy valami érdekes dolog. Munka megy. Hát pont egy munka tucból jövök, egy ilyen munkatábor féleségből, szóval sajnos, de nincs kedvem most dolgozni, mert kéne egy munkaerő. Jaj, ne szívassatok már! Most jöttem az egyik dolgozós helyről, most akartok még egyet? Három feladat csak. És kapok érte valamit? Legalább hazavisztek? Vagy valami legalább? Vagy nem tudom. Persze. Na, de akarom tudni, hogy tényleg haza kocsikáztok, vagy valami 62 aranyat kapok. Az biztos elég valami repülőjegyre, vagy valamire, nem? Szerintem. Gondolom. Simán, oké. Jó, de esküdj meg, hogy megkapom, vagy mutasd meg legalább, vagy valami. Érted? Akár magángépre is. Ó, jó, de akkor mutasd meg, hogy... Ó, ott van. De dobd ki, hogy 64, mutasd meg, látni akarom. Gyerünk, aha. Jó, azt tesz tényleg 64. Oké, és jó, kénytelenek vagyunk dolgozni, mert kell a pénz hazaútra. Szóval, ja. Meg amúgy itt van egy szemüveg, meg egy koponya is. Kútnál van az első. Kútnál itt mi van? Ó, hogy nincs itt víz. Ja, hogy vizet kell beraknom, itt volt a vizes vödör, látom. Jó, szóval gondolom, hogy meg kell vizeznem, hogy legyen benne víz, meg ilyenek, nem? Gondolom, hogy ez akar lenni a feladat. Ja, jó van, oké, ez logikus végül is. Víz! Adoda! Adoda! Halljátok, ezt nem érem fel. Várjál, van nálam föld, megoldom. Jó, ígyni, meg is van, huhú, oké. Meg még egy, azt is adoda, ígyni. Jó, akkor itt egy víz, két víz. 3, 4 víz, 4 víz. Milyen szemüveged van neked amúgy? Valami ezer... Mi ez? 1845-ös, nem tudom milyen szemüveg. Itt találtam itt egy random helyen. Igazából, az igen. Ja, menő. Na, mi a következő feladat? Akkor gyors mondjad, és akkor azt még elvégezzük meg a utána lévőt. Na! Megyünk is, ahogy látom. Vágd le! Jó van, amúgy nem azért, de ezt mennyerővel te is meg tudnád csinálni. Az egészet? Az egészet vágjam le? Igen, oké, jó van. Akkor ezt le kell szednem, király. A gaz nem kell. Oké, szóval ez gaz. Oké, akkor gyomlálnunk kell. Jó van, ezek annyira azért nem megerőltető feladatok szerencsére, szóval nem annyira kell félni. Én azt hittem, hogy mint tudom, ilyen ház építés meg ilyen kutyának kell finom házi kaja? Aha, szerintem kell neki, ugye kis? Éhes vagy? Ki is kell kaja? Ó, ad neki. Mennyire aranyos, köszi? Köszöni, azt hiszem. Meg ilyenek. Ja, na, mi akkor az utolsó munka, kedves falusi? Megyünk is, jó van, királyság. A Kovácsnál, jó, oké, Kovácsnál kell valamit csinálnunk, nagyszerű, jó van. Akkor még ebben segítünk sársz, és akkor szerintem utána le is tudunk lépni. Legalábbis remélhetőleg. Amúgy a Kovácsnál, ó, itt van egy kard, ezt mondjuk, a kardot kérhetem, kösz. Jó, aha. Ahogy látom, tele van pókhálóval, szóval gondolom, hogy ezt ki kell nekem takarítani, vagy nem tudom. Logikusan legalábbis ez hangzik. Mert akkor ezeket már én kidobom, vagy nem tudom, ezek se kellenek nekem szerintem. Jó, királyság, na! Ezeket gyors megcsináljuk még így ezt. Szemöldök falu... Mi az? Szemöldök falu ajándéka az arany. Mi van? Ezt nem értem. Ezt nem teljesen értem, hogy ezt most így mire értette, vagy mi van.
De mi az? Ez a neve a falunak? Ja, oké. Okay. Új, itt amúgy még tele van cuccokkal, király. Wow, három arany meg mindenféle cucc, jó. Na, király cuccokat találtunk. Falusi meg vagyok a cuccokkal, meg ilyenekkel. Mindennel, a falunakat kiízélem. Hát nagyon köszönöm, nincs vicc! Meg is kaptam az aranyat, király! Mennyire jó fejek már, srácok! Megkaptuk az aranyakat, jó, akkor leléphetünk innen, és el kéne valahogy úgy bújnunk, hogy ne találjanak ránk a rendőrök, hogy ne kelljen megint ilyen cuccokon dolgozgatnunk, mert nincs nagy kedvem. Jaj, mondjad mi a probléma? Igazából már nem nagyon érek rá, szóval azok nem is rendőrök? Nem rendőrök? Mi van? Miért, hogy nem rendőrök? Azt mondták, hogy rendőrök, meg ilyenek. Majd elkapjuk őket. Akkor azok nem igaziak? Vagy mi? Vagy nem... lol, oda mennek diakarddal. Oké, akkor azok elvileg nem rendőrök, vagy nem tudom. Na, akkor megyek. Hát, szia, csá. Jó, srácok, nem tudom, mi történt, de valami történt, megölöm mind. Hát, jó, rendben van. Valami történt, igazából ki tudtunk jutni egy bizonyos szinten, és megvan a pénz, úgymond a repülőgép útra. Engem is elkaptak 10 éve. Hát jó, akkor kedves, és segít nekünk. Srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Csekkoljatok le több videót, és nem felejtsétek el, hogy ez a videó után kezdődik a Dani kalandokon a következő videóm. Utána pedig a Dani Minecrafton, szóval arról sem maradjatok le, és nézzétek őket meg ilyenek. És ja, találkozunk közelebb, és sziasztok!